Közeleg a Minden Szentek és a Halottak napja, amikor a temetőkben sokan keresik fel elhunyt szerettei sírját. A megemlékezés során a kegyelet virágaival és gyertyagyújtással emlékezünk halottainkra. A temetőkben megnövekedő forgalmat kihasználva egyúttal megjelennek a figyelmetlenségből adódó lehetőségeket kereső bűnelkövetők. Ezek megelőzésére hívjuk fel a lakosság figyelmét. Szomorú tapasztalat, hogy a kegyelet napjaiban a temetők közvetlen környezetében gyakrabban fordul elő gépkocsi feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról virág és koszorú eltulajdonítás. A temető látogatás idő alatt pedig a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, illetve besurranás. A bűn megelőzési szakemberek az áldozattá válás elkerülése érdekében javasolják, hogy nagyobb értéket, ékszert, nagyobb összegű készpénzt, ha lehet, ne vigyenek magukkal a temető látogatásakor. Kézitáskájukat mindig vegyék ki a gépjárműből, amit minden esetben zárjanak le. Tapasztalatok alapján a kisebb települések temetőiben a helyi lakosok nem zárják autójukat, azonban az utazó bűnözők ezt kihasználva eltulajdoníthatják értékeiket. A tolvajok akár temető látogatóként, akár autójukban ülve figyelik a temetőbe érkezőket és keresik a lehetőséget. Ha egy járműből sikerült értéket elemelniük, egy újabb település parkolójában kezdenek ismételt akcióba. Kérjük Önöket, hogy mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg arról, hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan lezárták. Amíg kegyeletüket lerólják, ne hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsokat az autóban. Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben. Az elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb érték miatt is képesek betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat. Az autó nem biztonságos tárolóeszköz. Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat, miközben a sírt rendezik, ha vizért mennek, akkor se. Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak. Természetesen a rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozatta válás megelőzés érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket, és fentiek mellett a közlekedés és a parkolás szabályainak betartását is. Bűncselekmény észlelése esetén hívják a 112-es segélyhívószámot.